Választás. Új képviselőjelölt térségünkben. Turisztikai tervek Ajkán. Megújulhat a parkerdő és a kriptongyár. Fedett közösségi tér. Sportcélú fejlesztés Balaton-Edericsen. Forralt bor, fánk. Jó hangulatú téli programok Akaliban és Monostorapátiban. A Balaton felvidék, Sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Penk Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábel szolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolca-Diszelben is láthatnak bennünket, valamint a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mindez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, valamint Sümegés térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. Februárban is folytatódik minden csütörtökön, pénteken és szombaton az oltási akció, az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Az április 3-ai parlamenti választásokra felkészülve a Fidesz országos választmánya döntött az egyéni választókerületi jelöltekről. Vételkörzetünkben a Veszprém 3-as számú választókerületben az országgyűlési képviselőjelölt személye változik. Erről tartottak tájékoztatót Ajkán. Ajkán az Alkotmány utcai irodában várták a sajtó képviselőit. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatójában elmondta, január 26-án a Fidesz-KDNP pártszövetség bejelentette az egyéni képviselőjelölteket. Ennek értelmében a 3-as számú választókerületben a jelölt Navracsics Tibor lesz. Én Tibort az elkövetkezendő időszakban maximálisan támogatni fogom, teljes mellszélességgel azon fogok dolgozni, hogy ő ezt a választást április 3-án megnyerje, és méltó utódja legyen annak a körzetnek, amely Laszlovica Jenőt, Ékes Józsefet példázta az elmúlt időszakban. És arra kérem és arra biztatom a térség polgármesterei, civil szervezeteit és természetesen a lakosságot, hogy ők is így tegyék, hiszen ennek a körzetnek továbbra is egy olyan dinamikus képviselőre van szüksége, aki elő tudja mozdítani és elő tudja segíteni ennek a térségnek, ennek a vidéknek a fejlődését, fejlesztését. Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy egy már korábban megkezdődött együttműködés lép ezennel új fázisba, mely jó alapot jelent a térség egészének képviseletére. Hogy amennyiben a választópolgárok többsége engem tüntet ki,
bizalmukkal, akkor a jövőben, az országgyűlésben a térség egészét pártpolitikai hovatartozásra való tekintet nélkül a térség egészét képviselhessen, az ő érdekeiket jelenítsem meg, az ő elképzeléseik megvalósítását segítsem, és azon dolgozzam, hogy az itt lévő kistelepülések és városok minden polgára lehetőség szerint jobban tudjon boldogulni. Méltatta Navracsics Tibor jelölt Fenyvesi Zoltán képviselői munkáját. Kiemelte, rendkívül sikeresen képviselte az itt élők érdekeit, különösen a kistelepülések előrejutásának tekintetében. Lesence István és Nagyvázsony polgármesterei is köszönetüket fejezték ki Fenyvesi Zoltán tevékenységért, és vázolták jövőbeni elképzeléseiket. A polgármesterek rendkívül jó hangulatú megbeszéléseket tudtak lefolytatni az elmúlt időszakban a fejlesztéseik kapcsán, és merem bátran állítani azt, hogy minden egyes település valamilyen momentumban tudott fejlődni. Azt tapasztalom, hogy Zoltán az egyetlen, aki jelen volt a településeinken, rendezvényeinken, programjainkon, akihez fordulhattam, bármilyen segítség, bármilyen tapasztalat, bármilyen kormányzati vagy egyéb támogatás kapcsán. És legyen erősebb az irítségnél, a fóbiánál a józanész, amit Navracsics Tibor fog képviselni ebben a körzetben. Újságírói kérdésként elhangzott, mi az oka annak, hogy Fenyvesi Zoltán kiválóra értékelt képviselői munkája ellenére nem ő lesz a jelölt az áprilisi választáson. Fenyvesi Zoltán hangsúlyozta, a Fidesz sikere, győzelme a legfontosabb. És Navracsics Tibor úr személye, aki nem csak helyi, hanem országos politikus, aki többször megmérettette magát, ő több szavazatot tud hozni, mint amennyit én tudtam volna hozni ebben a körzetben. Ajka turisztikai fejlesztési elképzeléseiről tartott fórumot a város önkormányzata a múlt héten. Ajka polgármestere mutatta be a Csingervölgyi városrész azon területeit, amelyeket a tervekbe bekívánnak vonni. Szó esett a sportélettel összefüggő turisztikai lehetőségekről, valamint a kriptongyár innovatív hasznosítási elképzeléseiről. A stratégiai tanácskozáson részt vett Navracsics Tibor kormánybiztos is. Csingervölgy különleges adottságokkal rendelkező terület. Itt épült 1941-ben a világ első kriptongyára, melyből multikulturális központot hoznak létre a tervek szerint. Az egykori vályárképző iskolából szálláshely lehet, a parkerdőben akár sípályát is kialakíthatnak, vázolta a turisztikai elképzeléseket a város polgármestere. Navracsics Tibor hozzászólásában hangsúlyozta, Ajkának az értéke ma is az ipari múltja, valamint a múlt épített örökségei. Mindezekre lehet alapozni egy új stratégiát, melyben szerepet kapnak a turisztikai elképzelések is. Tehát a közösségek újjáéledésével mindenki keresi a saját identitását, a saját önazonosságát. Másrészt pedig rá is kényszerülnek ezek a települések, hiszen világszerte nagyon nagy verseny folyik a közönség figyelméért, és ez Magyarországon is megfigyelhető, csak hogyha itt az Észak-Dunántúlon, Balaton-Bakony környékén körülnézünk, láthatjuk, hogy hogyan határozzák meg magukat a települések, a közös nevezőre utalva, akár a Balaton környéki települések, akár a Bakonyi települések, akár a Sümeg környéki települések, de ugyanakkor meghatározva azt is, hogy ők miben speciálisak a többiekhez képest. És úgy látszik, hogy Ajka is most elért ide, szerintem egy nagyon jó adottságokkal rendelkező város, hiszen nagyon sok olyan jellemvonást tud magáénak ez a város, ami itt a térségben azért egyedi, ez az ipari jelleg, az ipartörténeti jelleg kiemeli Ajkát a térség többi települések közül. Én bízom benne, hogy egy sikeres vita, egy sikeres beszélgetés lesz, és egy stratégiában fog ez majd testet tölteni. Az összejövetelen a sportban rejlő lehetőségeket Geri Gyula foglalta össze, a Sportváros Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Az én feladatom az volt, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán, hogyha turizmusban gondolkodunk Ajkán, akkor a sport hogy tud ennek a segítségére lenni. Nyilván az ilyen beruházásokhoz mindig pénz kell, de
legelőször is talán nyereséges ötlet kell, vagy ötletek kellenek, hogy mit szeretnénk megvalósítani, abba talán nem lesz hiány, és aztán reméljük, hogy erre megérkeznek majd a megfelelő, vagy megérkezik majd a megfelelő forrás, és akkor utána talán bebizonyosodik, hogy ez a csodálatos terület itt Ajkán is alkalmas arra, hogy az ország, vagy akár Európa és a világ minden vidékéről ide vonzza az embereket. A kriptongyár megmentésén is dolgoznak a szakemberek. Hát a világ első kriptongyárát szeretné megmenteni Ajka város önkormányzata, és hát olyan programokat, olyan kulturális programokat álmodtunk ide, amelyek világszerte akár, tehát az országhatáron túlnyúlóan is érdeklődésre tarthatnak majd számot. Példaként említette a Kristályvölgy Egyesület elnöke Bródi Imrét, a kriptonlámpa feltalálóját, akinek találmányában senki sem hitt, mégis világsiker lett. A város eredményes a kortárs művészetekben, a tudományban és az innovációban is, hangzott el. A hozzászólások is ezt erősítették, és további ötletekkel gazdagították az előrelépés lehetőségeit. Közösségi eseményt tartottak az elmúlt hétvégén Balatonedericsen. Jó hangulatú disznóvágást, kolbász és forralt borfőző versenyt szervezett a helyi sportklub, melynek volt egy hivatalos programja is. Kültéri fedett edzőteret adtak át, amely a Magyar Falu Program nyertes pályázatából valósulhatott meg. A sportpályához kapcsolódóan hozták létre ezt a fedett teret, amely komfortosabbá teszi a szabadtéri létesítményt, lehetőséget biztosítva a közösségi programokhoz. A sportklub a tavalyi évben ünnepelte 90 éves évfordulóját, s ehhez illeszkedik az új fejlesztés is. Egy faluban, de egy városban is mindig fontos, hogy legyenek olyan helyek, ahol az emberek tudnak találkozni, vagy ha szabad idejük van, valamilyen eseményt szerveznek, akkor ott időt tudnak eltölteni. És jelen esetben itt Edericsen, ahol egyébként erős közösségi élet van, erős egyesületek vannak, és van egy ambíciózus vezetése is a falunak. Ez egy olyan lehetőség most, hogy itt sportolás közben, sportolás mellett, vagy sportolás után összejöhetnek a falu lakosai, vagy az ide látogatók, és időt tudnak eltölteni. Külön erénye ennek a helyszínnek, hogy helyi anyagokból, helyi mesterek által készített közösségi térről van szó, tehát egy kicsit a közösség erejét is mutatja, az edericsiek erejét is mutatja, és egyben egy többlet értéket is ad a falunak, hiszen egy szép épülettel gyarapodik a falu. A beruházás a Magyar Falu Program támogatásával valósulhatott meg, melynek értéke nem csak tárgyiasult formában jelentkezik, kamatoztatják eredményeit a közösségek is. Itt Balatonedericsen a sportegyesület egy élő közösség, egy olyan egyesület, amely sok embert meg tud mozgatni, és a településen egy fontos szerepet tölt be. Ezért nagyon örülök a beruházásnak és a fejlesztésnek, hiszen közösségi teret tudtunk átadni, egy olyan lehetőséget, amellyel a település polgárai, az ide látogatók megtalálják majd a számításukat. Szívből gratulálok az egyesületnek ehhez a fejlesztéshez, és azt kívánom, hogy használják jó egészséggel. A beruházásra a sportklub 5,2 millió forintot nyert el. A fedett tér mellett még egy szertár is rendelkezésre áll majd. A községben is sikere van a Magyar Falu Programnak, élnek a pályázati lehetőségekkel. Mi folyamatosan pályázunk a Magyar Falu Programban is, illetve topos pályázatunk van, top pluszos. A Magyar Falu Programban például a tanyagondnoki buszunkat szereztük be tavaly, illetve traktort és kiegészítőket településünk karbantartásához, zöld területeinek karbantartásához. Ebben az évben is indulunk, méghozzá a temetőnknek a bekerítése, illetve egy személytárló, illetve egy út a ravatalozóhoz, annak a térkövezése van tervben. Ezt a pályázatot készítettük elő és adjuk be, illetve civil szervezeteket is szeretnénk támogatni. A sportegyesület az átadási ünnepséggel együtt disznóvágást is rendezett a tájházban. Amint láthatják, népes sokaság vett részt a programon, a község apraja nagyja együtt múlatta az időt jó hangulatban és jókat falatozgatva. Bővebb beszámolónkat mai magazinunkban láthatják nézőink. Monostor Apátin már évek óta hagyomány, hogy januárban csapatokat alkotva összejönnek a helyi szervezetek és intézmények képviselői egy forralt bor főző versenyre.
Idén a szervezők újításként vezették be, hogy a résztvevők nem a saját boraikat főzhették meg, hanem egységesen osztottak ki egyfajta fehér bort, amit minden csapatnak a saját receptje alapján kellett ízesítenie. Minden időszaknak megvan a maga gasztronómiai sajátossága. Nemrég estünk át a hal, lencse, virsnyi időszakon, miközben a forralból szezonja még mindig folyamatban van. Jól tudják ezt a monostorapátiak is, akik 2016 óta minden januárban találkozót szerveznek, hogy összemérjék, ki főzi a falu legjobb forralborát. Forralbor főző versenynek egyrészt van egy hagyományos jellege. Ugye a monostorapáti, hogyha a történelembe visszakanyarodunk, akkor a szőlőművelés egy gerincét adta a település életének. A másik pedig az, hogy valóban egy összetartó hatása van a civilek és a falu közössége között. A faluház udvarán végignézve azt tapasztaltuk, hogy az asztalok képviselői átjártak egymáshoz és jókedvűen beszélgettek. Ha nincs kiírva a meghívóra, hogy verseny, elsőre rá sem jövünk, hogy egymással mérkőző csapatokat látunk. Ilyen egészséges versenyszellem természetesen van, de a legfontosabb az, hogy egy ilyen tartalmas, jó hangulatú délután töltsön el a közösség. Idén újítottak a szervezők, ugyanis a gazdák nem a saját boraikat főzték, hanem egységesen minden csapat ugyanolyan Balaton felvidéki olasz rizlinget kapott, és azt kellett saját recept alapján ízesíteni. Mi pedig az asztalok között sétálva azt próbáltuk megtudni, mi is a jó forralt bor titka. Fahéj. Rozmaringot is tettünk bele. Citrom, narancs. Hát a szívünk meg a lelkünk. Voltak, akik különlegességgel készültek. A nagyik csókja a borunk neve. Voltak, akik újítottak. Ez teljesen új, ezt a múlt héten kísérleteztük ki. És voltak, akik maradtak a bevált receptnél. Milyen teljesen átlagos a hétköznapi, semmi extra nincsen benne. Programot úgy hirdették meg, hogy forradborfőző és pogácsasütő verseny. De a csapatok között sétálva úgy éreztem, hogy a pogácsa háttérbe szorul a borhoz képest. Látjuk, hogy az asztalon sok minden van, akkor az sem mindegy, hogy milyen pogácsát fogyasztunk hozzá? Na, ezen nem gondolkoztam. A szervezők a zsűrit teljesen elszaparálták a versenyzőktől, nehogy bárki is részrehajlással vádolhassa őket. A borokat pedig ugyanaz a személy egyforma kancsóban szolgálta fel a három értékelőnek, hogy még a pohár se legyen esetleg árulkodó információforrás. A zsűrit figyelve olyan kifejezéseket hallottunk, hogy tolakodó vagy nem tolakodó ízek, csajok csinálták, sejmes, erőteljes, intenzív, stb. Így azt kérdeztük az értékelőktől, hogy mennyire objektívek vagy szubjektívek pontozás közben. Annyiban szubjektív, hogy nekem van egy saját véleményem, általában a forralborról, de itt feltétlen törekedni kell az objektivitásra. Próbálunk úgy értékelni, hogy a többség véleményét próbáljuk mi is itt magunk megfogalmazni, hogy azt próbáljuk képviselni, a többség véleményét, ami nem megy el a szélsőségek felé, a túl erős vagy a túl édes irányába. A zsűri tényleg próbálta lehetőleg alaposabb lenni, de az udvart figyelve azt vettük észre, hogy egy valami fontosabb, mint a pontszám. A hangulat az sokkal fontosabb szerintem, mint a forradból. Tizenhét éve rendezik meg Balatonakaliban a forralt borfőző és fánk versenyt. A forralt borfőzésben csapatok vesznek részt, akik helyben készítik a téli illatos nedűt, míg a fánkokat otthon sütik a háziasszonyok, hogy aztán a neves zsűri díjazza majd a farsangi finomságokat. Mindenhez jó hangulat társul, vásárral, zenével, egésznapos programmal. A jól ismert balatoni bevásárlóhely előtt igazi sokadalom alakult ki ezen a napos hétvégi programon. Szép hagyománya van a forralt borfőző és fánk versenynek, kedvelt téli attrakció. Szerintem van igény ilyen rendezvényekre továbbra is, bár nyilván ez a vírushelyzet valamilyen szinten rányomta a bélyegét, de egyrésztről mivel szabadtéri a rendezvény, másrésztről, hogy ilyen hagyományai vannak, kialakult egy törzsgárda. Gyakorlatilag van egy magja ennek a rendezvénynek, akik mindig jönnek, akikkel évről évre találkozunk, és mindig az jönnek újak, és morzsolódnak le. Így egy bázissal könnyen tudjuk futtatni a rendezvényt. Meg nyilván azért az emberek szeretik a fánkot, tehát két olyan dologról szól, a borról, meg a fánkról, tehát édesszájúak, a borkedvelők, elég nagy bázisra lövünk, hogy itt mindig legyen ember.
Számos csapat készítette a forralt borokat különleges receptekből. Dörgicsén van a borászatunk, ami ide 4 kilométerre van, de a szőlőnk az csak 2 kilométerre, így légvonalban a két falu között van. És akkor onnan indultunk. Hát azt találtuk ki, hogy csinálunk egy olyan bort, amit kimondottan erre a forralt borfőző versenyre készítettünk. Ez egy rész vörösborból van, két rész rozéból, és akkor egy nagyon kellemes, jó ihatós bor lett volna amúgy is, és hozzáraktunk egy egyedi fűszerkeveréket, ami természetesen sírititok, és ebből készült ez a bor. Évek óta vendégeskedik a programon a Tihanyi Levendula Klub is. Együtt vagyunk, egy kicsit talán érezzük, hogy vége a télnek, egy kicsit kimozdulhatunk. Nagyon jó. Tehát minden évben hozunk sütiket, zsűrizik. Hát annyira nagyon nem nyertünk, de már azért díjaink is voltak. Fánkokból sem volt hiány. Néhány polc roskadásig telt. Kellett is, hiszen éhes vendégsereg érkezett. Sütögetünk mi is. Otthon sütögetünk. A fánk az elmaradhatatlan. Így van, így van. Csak én például nem tudok olyan jót csinálni, mint az őseim. Majd még a kor hozza, hogy érik. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, szakszerűen értékelték a fánkokat. Különböző minőségűek voltak a fánkok, gyönyörűek, lazák voltak, szalagosak benne. Volt egy-kettő, ami különlegesnek minősült, mert nem a megszokott anyagból készítették, hanem mostrába szokásos mentes anyagokból, az is fogyasztható volt, úgyhogy véleményem szerint nagyon jó felhozatal volt. Az idei akali program is emlékezetes maradt sokak számára, s ismét bizonyította, bizony van igény télen is a szabadtéri rendezvényekre. Ki tudja, lehet, hogy éppen ez vezet oda, hogy az ehhez hasonló kezdeményezéseknek köszönhetően 4 évszakos lesz a Balaton. Amerikában a mormota, Németországban a borz, nálunk a medve tudja, mikor lesz tavasz. A magyar hagyomány szerint február 2-án, gyertyaszentelő boldogasszony napján jön elő a barlangjából a medve, és alkalmi időjóssá válik. Ha meglátja az árnyékát a napsütés miatt, akkor visszacammog aludni, mert hosszú lesz még a tél, de ha borús az idő, nem sokára beköszönt a tavasz. A veszprémi állatkertben jártunk, már mutatjuk is, mit jósoltak itt a medvék. Szeretettel köszöntöm a nézőket innen a veszprémi állatkertből, ahol a hagyományos medveles programunkat szerveztük meg, hisz mi is kíváncsiak vagyunk arra, úgy, mint az eljött gyerekek és az óvodások, hogy vajon beköszönte a tavasz, vagy pedig még folytatódik a kemény hideg tél. Hát nehéz megmondani, hisz azért gyönyörű napsütés van, meglátták az árnyékokat, de ezek a medvék nem ijedtek meg az árnyékoktól, de talán azért is, mert olyan finomságokkal, mint egy gyümölcstorta készültünk nekik, hogy egy árnyék ide vagy oda kiszaladtak, jó üzönreng, reggeliztek, de már szeretnének visszamenni, úgyhogy ez lehet, hogy tényleg azt jelenti, hogy vége a télnek, és beköszönt a tavasz. Több mint 70 alkalommal vonultak vasárnap éjfélig a tűzoltók megyeszerte, a heves széllökések okozta károk felszámolása miatt adta ki közleményét a Veszprém megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Ajkán és a környező településeken 5 megdőlt fához, lehasadt faágakhoz vonultak az ajkai hivatásos egységek. 2 villanyoszlop is megdőlt, egy esetben pedig egy épület bádoglemez borítása nem tudott ellenállni a heves széllökéseknek. A badacsonytomai hivatásos tűzoltók Tapolca és Kisapáti között az útra dőlt fát darabolták fel. A sümegi temetőben egy fűzfa, egy síremlékle dőlt, itt a helyi önkormányzati tűzoltók mentettek, miközben tartalék egységükkel Zalamegyesen egy útra dőlt fát távolítottak el. Dabroncon ugyancsak egy úttestre dőlt fa adott munkát sümegi önkormányzati egységnek. A Híradó után televíziónk magazinműsora következik. Ismét érdekes témákkal várjon Önöket mai műsorvezetőnk, Havasi Petra. Már mutatjuk is az előzetest. Érdemes velünk tartani ma is a Híradó után. Többek között azért is, hogy együtt ünnepeljék velünk televíziónk 1 éves születésnapját. Köszöntöm nézőinket! Szó lesz még aktuális közéleti témáról, az áprilisi választásokról, annál is inkább, mert vételkörzetünk választókerületében új lesz a kormánypárt jelöltje. Ehhez
kapcsolódik mai járókelő kérdésünk is. Látni fogják az emberek, hogyan gondolnak április 3-ára. Aztán jöjjenek velünk Balatonelericsre. Egy jó hangulatú közösségi programra, amelynek keretében avatásra is sor kerül, továbbá egy kis irodalom a végére. Kalandozás a barokk művészet birodalmában. Legyenek nézőink, ma én várom Önöket a Zóna magazinnal. Kedves nézőink, most nézzük az időjárás előrejelzést. Műsorunk a vmeteo.hu támogatásával jött létre. Cseh Zoltán szerkesztő következik. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! A hét további napjaiban is folytatódik a frontokkal gazdagított időjárás. Nyugodtabb napokat a jövő hét első fele hozhat. Nézzük mindezt részletesen. Időjárásunkat az Atlanti partvidék felett elhelyezkedő anticiklon határozza meg, melynek peremén sorra érkeznek a ciklonok Észak-Európa fölé, az ezekhez tartozó frontok pedig átrobognak felettünk. Csütörtökön egy meleg front érint minket, fokozatosan megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem várható. Reggelünk mérséket északnyugati szél fúj, napközben délnyugati lesz a légmozgás. A hőmérséket reggel 0, délután 5 fok körül ígérkezik. Pénteken többnyire erősen felhőségre tekinthetünk fel, délután több napsütéssel, eső nélkül. Gyenge változó irányú szél fúj, jellemzően 1 és 9 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Szombaton hideg front érkezik, gyengén, illetve közepesen felhőségre van kilátás, eső nélkül, élénk északnyugati szél fúj, a hőmérséklet reggel 2, délután 7 fok körül valószínű. Vasárnap növekvő felhőzet mellett mérséket délnyugati szélben mínusz 2 és 8 fokra számíthatunk. Hétfőn előfordulhat némi záporeső, kettől azonban anticiklon alakítja időjárásunkat, a legmelegebb órákban pedig 10 fok felett is tetőzhet a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet! Nézzük legfontosabb híreinket ismét röviden. Választás. Új képviselő jelölt térségünkben. Turisztikai tervek Ajkán. Megújulhat a parkerdő és a kriptongyár. Fedett közösségi tér. Sportcélú fejlesztés Balatonedericsen. Forralt bor, fánk. Jó hangulatú téli programok Akaliban és Monostorapátiban. A Balaton, a Balaton felvidék, Sümeg és térsége körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra!